Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte, majd felkonferált a Bakondi Györgyöt a Váci Mihály Kulturális Központban. A dandártábornok ezt követően egy órás előadást tartott a hallgatóságnak. Bakondi György részletesen ismertette, milyen veszélyek fenyegetik Magyarországot. Azt mondta, hogy keleten az orosz-ukrán konfliktus ad aggodalomra okot, délről pedig a migráció. Kiemelte, az elmúlt időszakban 400 ezer migráns lépte át az államhatárt, akik 104 különböző országból jöttek. A probléma kezelésre pedig közel 100 milliárd forintot költött már a kormány. Bakondi György hozzáfűzte, Nyugat-Európában csak lassan jutottak el odáig, amit Magyarországon már a kezdetektől mondanak, hogy uniós megoldás kell a problémára. Kifejtette, hogy az Európai Bizottság egy 8 pontos kvótacsomagot állított össze, amiről rövidesen a tagállamok miniszterelnökeinek kell véleményt mondani. Magyarországon pedig az a döntés született, hogy erről az embereket is meg kell kérdezni. Az unió tagállamainak a vezetői, akiket a lakosság választ meg, és a lakosságnak tartoznak felelősséggel, döntést kell hozni, most már politikai döntést arról, hogy a bizottság által előkészített, előbb részletezett kvótarendszerrel kapcsolatos kérdésben mi történjen. Bevezetjük, hosszú távra előre meghatározva a sorsunkat és a jövőnket, vagy nem. Mivel politikai veszély fenyeget, politikai döntés következik, ezért úgy gondolta a kormány, és utána a parlament is, hogy legjobb lesz, ha megkérdezzük a magyar embereket. Döntsék el! A dandártábornok arra is felhívta a figyelmet, hogy a migrációnak komoly utánpótlása van. Több millió háborús és főként gazdasági menekült akar még az unióba jönni. Elmondta, hogy az Európai Bizottság ellenben nem húzott felső határt, hogy hány főt fogadjon be az unió, ez pedig meghívó levél lehet sok millió ember számára. Bakondi György hangsúlyozta, eddig már 2-2,5 millió migráns érkezett Európába. Hangsúlyozta, hogy a migránsok áldozatok, kiszolgáltatott emberek, de ugyanakkor sok veszélyes ember is érkezik velük. Katonák, titkosszolgálati tisztek, hittérítők, akik az iszlám radikalizmusnak toboroznak híveket. Végül elmondta, a tömeges betelepítés nemzeti ügy, mert hosszú távon veszélyt jelent a kultúrára, identitásra és a jövőre. A népszavazás ezért is nemzeti ügy, így minden választópolgárnak véleményt kellene nyilvánítania.